Borzasztóan sajnáljuk, hogy Magyarországon, amikor jutalmazni kell, akkor azt általában a vezetők magukra, illetve a közvetlen beosztottjaikra, a főosztályvezetőkre értik. Azt mondta a főpolgármester, hogy ez prémium. Így van, tehát a premizálás általában Magyarországon az a vezető réteget érinti mindig, és azt a 4,5 millió embert, aki egyébként ezt az országot működteti, azt valahogy soha nem, ja, akkor őket kéne jutalmazni, az valahogy nem történik meg.